Mert többetekkel beszéltem már, és mondtátok, hogy milyen jól telt ez a hét. Csak azt szeretném kérni, hogy tapsoljatok meg azokat, akik így lehetővé tették ezt, akik a háttérben dolgoztak, és hogy mindannyian így jól érezhessétek magatokat, és pihenhessetek. Egy nagy tapsot nekik, ezt megérdemlik. Itt van a feleségem Sári, mi a jövő hétre jövünk a öt fiunkkal. Jaj, a gyerek szól is soknak, úgy hallom, hogy több mint 150 gyerek lesz. Hajrá! Na hát, kérlek lapozzatok a 121. Zsoltárhoz, itt szeretnénk időt tölteni. És kezdjük egy imával. Urunk, köszönjük, hogy hűséges vagy hozzánk, hogy számíthatunk rád, hogy velünk vagy, Uram. Köszönjük, Uram, a te kegyelmedet, hogy minden nap megújítod ezt a jóságot felénk. Köszönjük, Uram, hogy tanítasz minket járni a te útjaidon, és arra kérünk, Uram, hogy ma is, ahogy együtt vagyunk, összegyűltünk, és itt vagyunk előtted, a szívünket fordítsd az arcod felé, és engedd, Uram, hogy lássunk téged. Mert, Uram, megvalljuk, hogy a legnagyobb szükségünk ez, Uram. Köszönjük ezt a pihentető hetet, köszönjük, Uram, hogy jó együtt lenni testvérekkel, jó kikapcsolódni és kijönni a sűrű életből, Uram, és megpihenni egy kicsit nálad. De, Uram, tudjuk, hogy a lelki szükségletünk a veled való találkozás, és kérjük, Uram, hogy ma is, ma reggel engedd, hogy találkozhassunk veled, és a te lelked felfrissítsen minket. Ezt kérjük Jézus a te nevedben. Amen. Na, a 121. Zsoltár az egy zarándokének. Hogyha megnézed a Zsoltárok könyvét, a vége felé, a 120-tól a 134. Zsoltárig 15 zarándokéneket találunk. És pontosan nem tudjuk, hogy ez miért zarándokének, nem tudjuk, hogy ezt hol és mikor énekelték, csak sejtjük, hogy ezek voltak azok a dalok, amiket Isten népe énekelt, amikor fölmentek Jeruzsálembe a nagy ünnepekre. Hogy mentek az úton, és közeledtek a város felé, mentek föl a hegyre, Jeruzsálembe, énekelték ezeket a dalokat. Elég sok ezek közül, a Zsoltárok közül említi meg Jeruzsálemet, vagy a templomot. Ezért gondoljuk, hogy ezek erre szolgáltak. Ugye emlékeztek, hogy három ilyen nagy ünnep volt, és ilyenkor összegyűltek Isten előtt. És valószínűleg ezekkel a Zsoltárokkal készítették a szívüket, hogy Isten elé mennek. Én szeretném a 121. Zsoltárt kiemelni ezek közül az zarándokének közül, és ebben időt tölteni veletek, és engedjétek meg, hogy felolvassam. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őrződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrzője. Az Úr a te őrződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben most és mindenkor. Pár nappal ezelőtt kirándultunk a három nagyfiammal, elmentünk a Tátrába. Minden évben szeretünk elmenni a Magas Tátrába, és megmászni egy nagy csúcsot. Valahogy ez már ilyen szokásunká vált, és nagyon élvezzük, hogy eljövünk otthonról, és hát nekünk a pihenés általában nem az, hogy ülünk egy helyben, hanem hogy csinálunk valamit. Például, hogy megmászunk egy magas csúcsot, és ezek jellemzően nagyon fárasztó túrák, 15-20 kilométert megyünk, de mégis valahol nagyon kikapcsoló. Mert fenn vagyunk egy olyan helyen, ahol szembesülünk a hegyek vadságával, ezek igazán nagy hegyek, 2900 méter magas hegy, amire fölmásztunk, és valahogy emlékeztet minket Isten nagyságára, és ilyen megnyugtató látni ezt az erőt, ezt a hatalmat, amit kifejeznek a hegyek, amit Isten alkotott. És ez a Zsoltár is így indul, hogy tekintetemet a hegyekre emelem. Jeruzsálem körül hegyek vannak. Nem is 2900 méter magas hegyek, de hegyek. És Izraelben ez egy nagyon különleges helyszín, ahogy megy föl valaki Jeruzsálembe, ezt a várost hegyek veszik körül. És gondolom, hogy ahogy ezek a zarándok mentek föl Jeruzsálembe, ezek a hegyek őket is emlékeztették Isten hatalmára, Isten nagyságára, hogy Isten rendíthetetlen, és ő egy imádnivaló Isten. Ez az egyik kedvenc igeversem, ahogy ez a Zsoltár indul. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem?
néha úgy alakul az életünk, és én nem ismerem a tiéteket egyenként, de tudom, hogy ki tudnak alakulni a helyzetek, amikor az életünkben olyan gondok vannak, olyan problémák, amik úgy állnak az előttünk, mint egy hegy. Úgy tornyosul fölénk egy gond, mint egy elmozdíthatatlan hegy, mint egy rendíthetetlen szikla. És nem tudjuk, hogy fogjuk megkerülni, hogy fogjuk megmászni, hogy fog ez a helyzet megoldódni. Egy akadályt jelent. És hadd mondjam azt, hogy amíg a szememet csak ezekre a hegyekre emelem, addig mindig ennél a kérdésnél fogok megállni, amit az a Zsoltár író is föltesz. Hogy honnan jön az én segítségem? Ez az én kedvenc igeversem, de magamnak átköltöttem, szóval bocsássatok meg érte. Én úgy szoktam magamnak mondani, hogy tekintetemet a hegyek fölé emelem. Tekintetemet a hegyek fölé emelem, mert onnan jön az én segítségem. Én azt szeretném mondani, hogy inkább emeljük föl a szemünket a hegyeink fölé, az Úrra, Istenre, mert onnan jön a segítségünk, aki alkotta a hegyet, a földet, aki alkotta a mindenséget. Én nagyon egyszerű üzenettel készültem ma, szóval ne azt várjátok, hogy valami újat, egetrengetőt fogtok hallani. Én egy emlékeztetőt szeretnék nektek is a szívetekre tenni. Hogy nézzünk fel. Nézzünk fel magasra. Ez egy döntés, amire hívlak téged és magamat is, hogy emeljük föl a tekintetünket a hegyek fölé, mert onnan jön a mi segítségünk. Nagyon fontos az életünkben, hogy mire tekintünk és mi a látásmódunk. Van egy történet a Bibliában Lótról és Ábrahámról, az ő élethelyzetükből, amikor szét kellett válni az útjaikról, szét kellett, hogy váljanak. Már nem volt elég a legelő számukra, mind a kettejük csordáinak, és el kellett válni az ő útjaiknak. És így olvassuk az igében, hogy ebben a körültekintő, iránykereső helyzetben, az 1 Mózes 13-ban ezt olvassuk, hogy Lót körülnézett, az ige azt jelenti, hogy felnézett, és látta a Jordán egész környékje bővízű föld. Lót fölemelte a tekintetét, de csak addig, hogy körülnézzen, hogy mit lát maga körül, és látta a Jordánon túli területeket, Szodoma vidékét, és látta, hogy mennyire jó föld ez, hát dúsa, legelő, pont ilyet keresünk. És elindult ebbe az irányba, és tudjuk, hogy elég tragikusan alakult ennek a döntésnek a következményeként az élete. Felnézett, de nem eléggé nézett fel. A körülményeit kezdte el megvizsgálni, kiértékelte és döntött. De a történetben van egy másik is, egy másik döntéshelyzet, ami viszont Ábrahámé volt. A jó döntéshez följebb kell nézni, a hegyek fölé. És ezt írja Ábrahám döntéséről az 1 Mózes 13. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keretre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom. És Ábrahám ezen a helyen egy oltárt épített. Mind a ketten fölnéztek, de Lót csak a horizontig emelte a szemét. Ábrahám viszont fölnézett Istenre. Fölnézett az Úrra, és azt mondta utána Istennek, hogy most nézz északra, délre, keletre és nyugatra, és mindaz, amit látsz, azt neked adom. Ábrahám feljebb nézett, felnézett Istenre. Vannak hegyek most az életedben? Vannak olyan gondok, amik így fölét tornyosulnak, amik elállják az utadat, úgy tűnik? Azt mondja Mikeás könyve, Mikeás proféta azt mondja, hogy a hegyek Isten jelenlétében elolvadnak, mint a viasz. Én így leforgattam ezt a jelenetet magam előtt, ahogy a Tátrába szoktunk állni, és látom, ahogy ezek a 2000 méter fölötti hegyek így elolvadnak Isten jelenlétében. Micsoda hatalma van Istennek. Vagy emlékezz arra az időre, amikor Izrael kijött Egyiptomból, ott voltak a Vörös-tenger partján, jobbról is, balról is hegyek vették őket körül, mögöttük pedig az egyiptomi hadsereg. És Isten nem a hegyeket olvasztotta el, hanem egy utat nyitott számukra a Vörös-tengeren át. A hegyek nem voltak akadály Istennek. Jézus mondta ezt, hogyha annyi hited volna, mint egy mustármag, mondhatnád a hegyeknek, hogy ugorjanak a tengerbe. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nagy hithősök élnek, mert hegyek nincsenek nálunk. Ausztriában meg taníthatnánk még őket egy kicsit a hegy. Sajnálom, én szeretem a magas hegyeket, csak sajnos külföldre kell mennem értük. De ha annyi hited volna, mint egy mustármag, akkor ezek a hegyek elmozdulnának. De miért? Azért, mert egy mustármagnyi hit elég, hogy felnézzünk Istenre. Ehhez kell a mustármagnyi hit. Bizalommal odafordulni Istenhez, aki hűséges.
Nekem rá kell néznem. Így folytatja a Zsoltáros a harmadik versben. Ő az, aki nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Nem szúnyad őrződ. Bizony nem szúnyad, nem alszik Izrael őrzője. Az Úr a te őrződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól. Megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amikor fel tudunk nézni az Úrra, az visszateszi a lelkünket arra helyre, ahol biztonságban érezzük magunkat. Ahol békességünk van. Ahol bizonyossággal állunk. Mert a Zsoltár író is erre a helyre érkezik, és azt mondja, hogy van segítségem, van őrzőm, aki sosem alszik, közel van hozzám az én oltalmam. Ő kezében tartja az életemet. Nem történhet velem semmi, csak az, amit ő enged. Ide jut el azzal, hogy föltekint Istenre. Az Új Szövetség ugyanezt így fogalmazza meg. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Van okod talán ma újra felemelni a szemed Istenre? Túl a hegyeiden. Túllátni a hegyeken, meglátni Istent. Akkor dönts, és nézd fel rá. Ez kellett tennie Izrael fiainak a pusztában. Amikor egy olyan helyre értek, hogy újra panaszkodtak, újra zúgolódtak, Isten mérges kígyókat küldött, amik megmarták őket, nagyon rossz bőrben voltak, nagyon rossz helyzetben voltak. És Isten szólt Mózeshez, hogy készíts egy póznát, tegyél rá egy részkígyót, vidd oda a nép közé, és mondd azt, hogy nézzenek fel rá. Érdekes, hogy ezen a nyomorult helyen, ahol ők voltak, a saját hibájukból, Isten nem kezdett nekik prédikálni. Nem azt mondta, hogy már megint mi történt, hanem egy dolgot kért, hogy nézzetek fel a részkígyóra. Ugye tudjuk, hogy ez a részkígyó Jézus Krisztusnak a képe, aki meghalt a mi bűneinkért, aki felemeltetett a kereszten. És mindaz, aki felnézett, megmenekült. Nem volt egy bonyolult dolog, amit Isten kért. Így menekültünk meg mi is a kárhozattól. Emlékszel arra a napra, arra a helyzetre, amikor felnéztél életedben először Jézus Krisztusra? Lehet, hogy hasonló volt a helyzeted, mint akkor Izraelnek. Egy ilyen nagyon szűk, nagyon nyomorult hely. És Isten csak annyit kért, hogy nézz fel rám. És ez volt a mi üdvösségünk első lépése. Ez volt a megmenekülésünknek a pillanata. És hadd mondjam el nektek, hogy az a pillanat, az az első, meghatározta az összes többit. Az az első lépés, amit hitből tettél, hogy felnéztél Jézusra, erről fog szólni az összes többi lépésed is. Hogy felnézel Jézus Krisztusra. Hitből. Ézsaiás írja ezt, hogy figyeljetek rám, a föld végéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más. Itt kezdődik, és ebben megyünk tovább. Nézz fel rá naponta. Nézz fel rá most. És meg fogja változtatni az életedet. Ő az, aki a lelked szerelmese. Ő az, aki az élet kenyere. Nézz fel rá. Sokkal jobb, mint magunkra nézni, nem? Van egy történet egy fiatal fiúról, aki egy napon talált egy aranyérmét az utcán. Nem minden nap talál az ember ilyet, és annyira megbabonázta ez őt, hogy onnantól kezdve a szemei folyamatosan az utcát pásztázták. Amikor ő ment az utcákon, a szemei állandóan az utca köveit járta. És kereste az érméket, kereste az elhagyott pénzérméket. És a hosszú idő alatt, ahogy ezt tette, sok pénzérmét talált. De közben nem látta a virágokat, nem látta a fák lombjait, elment Isten hegyei mellett, nem látta a kékeget. Mert a szeme folyamatosan a poros utakat figyelte, és kereste azt, amit ő kincsnek tart.
Neki az élet öröme az volt, amikor talált ilyeneket, és talált is, de ezek az örömök nagyon gyorsan elillantak, mert onnantól kezdve újra azt kereste, hogy hát ha talál még egyet. A szemei állandóan erre figyeltek. És tudjátok, nagyon sok ember története ez. Akik nem emelik a szemüket, a tekintetüket a válluk fölé. Mert azt gondolják, hogy az életem az, hogy találjak, gyűjtsek, előrébb jussak, szerezzek, és azok a fajta örömök nagyon gyorsan elillannak. És mindig folytatja az ilyen ember a kutatást, és sosem elégszik meg. És nem emeljük föl ilyenkor a szemünket Istenre. És ezért nincs az életünk egén kék-ég. Vagy legalábbis nem vesszük észre. Én észrevettem, hogy azok a napok, amikor úgy élek keresztényként, hogy nem nézek föl Istenre, azok elillannak szinte, mintha meg se történtek volna. Mi hívőként át tudunk menni a napokon Isten nélkül is. Ez egy nagyon furcsa dolog. De miért tennénk így? Tekintetemet a hegyek fölé emelem, mert onnan jön az én segítségem. Mi olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy akárhol, akármikor felnézhetünk a mennyre. Megláthatjuk Istent a trónon. Jézus Krisztust, aki közben jár értünk. Aki a sebeivel fizetett a mi bűneinkért. Ez nem egy fizikai feltekintés. Persze úgy is föl lehet nézni az égre a szemeinkkel is, de sokkal inkább a hit szemei, vagy a reménység szemei. Amikor olvassuk az igét, látjuk, hogy Isten kicsoda, és rátekintünk. Azt mondja a 123. Zsoltár, egy másik zarándokének, hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben lakozol. Gondoljátok el, hogy micsoda kiváltság nekünk innen a földről belelátni a mennybe. Hát kinek adatott ilyen kiváltság? Mi nem a hegyekre nézünk, hanem arra az Istenre, aki a hegyeket alkotta. Felemeljük a szemünket, és egyben felemeljük a szívünket is ezzel. Felnézhetek rá várakozással, felnézhetek rá úgy, hogy kiálltok hozzá, felnézhetek úgy, hogy sóhajtok, felnézhetek úgy, hogy reménységem van, felnézhetek rá bizalommal. Corrie ten Boom mondta, egy híres keresztény hithős író, nézd körül, magad körül, és lehangolt leszel. Nézd magadba, és depressziós leszel. Nézd Istenre, és békességet találsz. Nagyon sok múlik azon, hogy hova nézzünk, és ez túl van azon, hogy milyen körülmények között élünk. Pál ugyanezt írja, hallgass meg. Nézzünk fel Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjára ült. Gondoljátok el, hogy egy felnézés választ el minket a békességünktől. Ezek a zarándokok gyalog mentek föl Jeruzsálembe, ami egy fárasztó út lehetett. Én emlékszem, amikor megyünk föl a csúcsra a Tátrába, hát lóg a nyelvünk. Elvittem a 6 éves Barnabás fiamat is, és voltak helyzetek, amikor vittem a hátamon, hát ne tudjátok meg. Magamat is nehéz volt fölvinni, és ilyen nyakkendőnek nézték a nyelvemet, nagyon fárasztó volt. De mentünk föl. Sokszor az élet olyan, hogy így megyünk át, mint egy fáradt zarándok. De nem az a lecke ezekből a zsoltárokból, hogy nézzünk fel Istenre, aki a mennyben lakozik. Mi nem visszatekintünk, emlékeztek Lót feleségére, akit kimenekített Isten Szodomából, és visszatekintett, sóvárogva, hogy mi volt ott neki jó, és nem járt jól vele, sóbálvánnyá változott. Pál arra tanít, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak nekifeszülve fussak. Egyenesen a cél felé. Hogyha a hátra tekintés akadályoz téged, akkor hallgasd meg Pál szavait. Ne visszafelé nézzél, hogy egykor milyen jó volt. Mert Isten csodálatos dolgokat helyezett elénk. Ha magunkba nézünk, semmi jót nem fogunk találni, sem választ a kérdéseinkre, sem megelégedést a szomjúságunkra. Nézz fel! Nézz fel! Újra! Nézz fel Istenedre! Ő az apukád, ő a barátod, ő a megváltód, ő minden, amire szükséged van. Ő tud segíteni, és ő fog segíteni. Én úgy érzem egyébként, hogy hiába vagyok 20 éve hívő, ezt még mindig tanítja Isten.
ez még mindig, ami nem jön zsigerből, még nem tanultam meg eléggé, hogy újra és újra feltekintsek Istenre. Amikor megtértem, fiatal hívő voltam, elkezdtem járni a Golgotába, és hatalmas áldásokat éltem meg az ige hirdetések alatt, a közösségben, a dicsőítésben. Isten munkálkodott az életemben, de egyben nagyon sok küzdelem időszaka is volt ez. Ez a kettő együtt volt jelen, olyan furcsa kettősség volt. Ahogy meg kellett birkóznom régi dolgokkal, ahogy Isten tisztította ki belőlem a régi természetemet, a régi gondolkodást. És emlékszem azokra az estékre, amikor hazamentem, én akkor egyedül laktam Budapesten, és sokszor esténként vágytam Isten után, kinyitottam az ablakát a kis hálószobámnak, és fölnéztem a nyári égre, néztem a csillagokat, és Isten olyan távol volt tőlem, úgy éreztem, mint a hold. És ugye elkezdtem kiáltani Istenhez, Uram, hol vagy? Annyira küzdök, annyira egyedül érzem magam. És olyan fura volt, hogy egy pillanattal később, mintha Isten belépett volna a kis szobámba. És Isten közel volt hozzám. Megdöbbentő, hogy milyen könnyű a lelkünknek néha az elcsüggedésből átlépni a bátorodásba, vagy fordítva. És ez sokszor nem a körülményeink változásának a függvénye, hanem a szemünk, a nézőpontunk függvénye. Volt, hogy elkezdtem szomorúan sírni Isten előtt, és utána valahogy a sírásból ilyen örömkönnyek lettek, de nem tudom, hogy hogy változott ez meg, de valahogy Istenre kerültek a szemeim, és megoldódott a terhem, le tudtam tenni a terheimet, és volt egy ilyen felszabadulás, egy ilyen felfrissülés érzése, ahogy Isten odajött. Elkezdtem akkor tanulni, felnézni Istenre, és ő találkozott velem ott az én kis szobámban. Dávid, aki ezeket a zsoltárokat írta, az élete során megtanult felnézni Istenre. Ezt ő se úgy született, hogy ez ment neki. És az az érdekes, hogy azon a helyen tanulta meg ezt, amikor üldözött volt, amikor Saul, a király üldözte Dávidot. Hadd véssek valamit a szívetekbe, és kérlek, birkózzatok vele eleget, írjátok le alapra, hogyha akarod. Én azt gondolom, hogy a problémáinkban Isten nem megoldást tanít, hanem bizalmat tanít. Amikor van egy problémánk, és szeretnénk, ha Isten megoldaná, az egy másodlagos dolog. Istennek nem ügy. Tehát megoldani egy problémát Istennek nem ügy. Néha én gondolom, hogy valami nagy probléma számomra, Istennek is nagy probléma, de neki nincsenek ilyen kategóriái. Ugye, amikor szoktunk imádkozni valakiért, mert náthás, máshogy imádkozunk, mint hogyha kiderül arra, hogy rákos beteg. Azt gondolnánk, hogy na most nagyon kell imádkozni. Hát persze, nagyon kell imádkozni, de Istennek nem nehezebb egyik vagy a másik. Isten nem a megoldásra tanít elsősorban, hogy utána legközelebb azt mondhassuk, hogy tudom, hogy hogy oldotta meg Isten, hanem arra tanít, hogy bízzak benne, mert ha a probléma elmúlik, a bizalom még mindig megmarad. Erre tanít Isten, hogy feltekintsek Istenre, hogy ezt megtanuljam újra és újra. És Dávid ezt tanulta azok alatt a üldöztetés évei alatt. Tanult erőt meríteni Istenből, tanult oda menni minden vigasztalás Istenéhez. És ő egy minta nekünk szerintem, Dávid. Azért vannak leírva az ő történetei. Amikor Adulám barlangjában volt, és Saul közeledett az ő seregével, jobbnak látta elmenekülni a barlangból, mert ha ott körülveszik, nincs melegvés. Elindult az ő seregével, az ő embereivel, és elment a pusztaságba. És legalább három zsoltárról tudjuk, hogy ebben az időben íródott. A 27-es, a 31-es és az 54-es. Egy pár verset hadd olvassak föl ezekből. A 31. zsoltárból engedjétek meg, hogy pár verset felolvassak. Nem mindegyiket, csak ugrok majd. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan, fordítsd felém füledet. Siess, ments meg engem, légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam, mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelgess engem nevedért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. 10. verstől. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lett életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek, bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak.
Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak előlem. Elfelejtettek, mintha meghaltam volna, olyan lettem, mint egy kallódó tárgy. 15-ös vers. De én bízom benned, Uram. Vallom, te vagy Istenem. Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Ragyogjon rá orcát szolgádra. Segíts rajtam hűségesen. Hallod az ő szavaiból, ahogy ebben a szorult helyzetben ő állandóan visszaküzdötte a tekintetét Istenre? Az egyik vers szól a szorongásáról, a küzdelméről, a következő meg arról, hogy de te, Uram, te vagy az én kősziklám, te vagy az én menedékem. Ellenség vesz körül, és szorongat engem, de Uram, minden bajomból kimenekítesz. És nézd meg, hogy hova jut, miután fölemeli a szemét, 20. vers, milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz. Ebben részesíted a hozzád menekülőket. 22. vers. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az osromlott városban. A lelkünk olyan, hogy képes az egyik pillanatban magaslatok között járni, a következő pillanatban meg a kétségek völgyébe érkezni. A lelkünk olyan tud lenni, mint egy üldözött madár a pusztában, majd egy pillanattal később Isten nagyságát ünnepelni. Nem az a változás a kettő között, hogy az életünk fordulatot vesz. A körülményeink megváltoznak. Dávid számára nem lett jobb az helyzet. De Dávid felnézett Istenre. A szemei az Úron nyugodtak. Vagy a kétség, vagy a hit vesz erőt rajtunk. A kettő között a különbség, hogy a szemem mire helyezem. Felnézni Istenre. Ezt tanuljuk. A gondok jönnek, mennek, és Isten ezeken mind át fog vinni. Mind. De a leckénk megtanulni, rátekinteni. Felnézni rá bizalommal. Még azon a helyen, amikor még nem jött megoldás. A szívünket felé fordítani. Dávidot Isten fiatalon kiválasztotta, hogy legyen Izrael királya. Legyen az ő szíve szerint való férfi. És utána még hosszú évek, több mint 10 év szólt neki az üldöztetésről, de nem azért, mert arra a trónra, ahová Isten őt le akarta ültetni, ült már valaki más. Hát nem ezért kellett neki 10 évig várni, hanem mert még nem volt készen Dávid. Mert Isten hatalmas dolgokat készített számára, és meg kellett tanulnia bízni benne, felnézni rá. És Dávid ezt a szorongatott helyzetben tanulta meg. Keresni Isten akaratát, hogy az életét rá tudja bízni az Úrra. És itt vált ez az élete szokásává. És újra mondom nektek, testvéreim, magamnak is, hogy Isten ezt az életünk szokásává akarja tenni. A 27. Zsoltár egyik ismert igeverse így hangzik. 27. Zsoltár 14-es vers. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor, szívű, reménykedj az Úrban. Sokan ezt tudjátok kívülről, mert nagyon sok igés kártyán kín van a hűtőnkön, hogy lássuk, és csak elfelejtjük, hogy ezt a Zsoltárt Dávid hol írta és mikor. Az egyik legsötétebb órájában írta. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. Várj az Úrra. Szó szerint a reménykedj itt azt jelenti, hogy várakozz. Várj az Úrra. Várj rá. És neki ez olyan helyzetben volt, amikor az élete függött tőle. Amikor Saul üldözte, és katonákkal jött ellene, és Dávid azt mondta, hogy Uram, én most nem fogok menekülni, megvárom, hogy te mit mondasz. Az életem a kezedben van, én nem futok el, mit szeretnél? És megvárta Isten válaszát. Azon a sötét helyen. És ez a Zsoltár úgy indul, hogy Uram, te vagy az én világosságom. Életem világossága. Én nem tartok még itt. Amikor szorult helyzet van, bekapcsol a pániküzemmód sokszor. Talán remélhetőleg egyre ritkábban. Mert tanulom én is, veletek együtt, mind, hogy Isten ugyanaz. Tegnap, ma is, mindörökké. Ugyanaz az Isten, az én Istenem, mint Dávid Istene.
Tamás, bíz bennem, nézz fel rám, keresd a válaszokat nálam. Szeretnék oda jutni, ahol Dávid volt, hogy Uram, addig nem mozdulok, amíg te nem mutatsz irányt. Szeretnék ide érkezni. Hogy mit tanulunk? Felnézni rá, bízni benne. A 27. Zsoltár, amit szintén ugye ezen a helyen írt Dávid, van benne egy nagyon érdekes sor. Isten szól Dávidhoz, olyan, mintha belesúgná a szívébe ezt a sort, a 8-as vers. Azt mondja, hogy járuljatok színem elé. És azt írja a Zsoltáros, hogy és a szívem így felel, színed elé járulok, Uram. Tudod, hogy a mostani konferencia is lehet ez a suttogás a szívednek. Ez az üzenet számodra, hogy gyere a színem elé, találkozz velem. Gyere az én arcom elé. És a szívünk válasza lehet ez, hogy Uram, én a színed elé járulok, oda megyek eléd. Tudjátok, hogy az életünk legnagyobb leckéit nem bibliaórákon tanuljuk? Most mind hazamehetnénk, igaz? Mert nem mostan. De hanem nyilván itt hallunk valamit, de ezek általában arról szólnak, hogy megerősítenek arról, amit tanít Isten. Amit amúgy az életünkben belénk akar vésni. Hogy meg tudjunk állni előtte. Hogy le tudjunk csendesedni előtte. Hogy várjunk rá. Hogy amikor imádkozunk, akkor Istennel kezdjük az imádságot. Amikor Istennel kezdjük az imádságokat, akkor a problémáink összezsugorodnak. Észrevetted, hogyha fordítva csinálod, hogy a problémáiddal kezded, akkor talán át se jutsz rajtuk. Hanem, és akkor úgy fejezed be az imád, hogy mintha, te jó ég. Nem változott semmi. Én ezt úgy szoktam elképzelni, hogy jövök Istenhez, teli a hátizsákom, hordozom a nagy cuccokat, és így kipakolom Istennek, hogy nézd, ez se jó. Itt is gond van. És így veszem elő a terreket, és amikor áment mondok, visszarakok mindent a hátizsákomba, és megyek tovább. És informáltam Istent a problémáimról. Pedig azt mondja Péter, hogy vessétek rá minden terheteket, mert neki gondja van rátok. Ő azt szeretné, hogy fogjam a problémámat, és így, ha, Uram, az én problémám a te problémád. És a másik elkapja, igen, ne dob vissza. És észrevettem, hogy amikor valami nagyon nyomaszt, ezt a hajítást, mert szó szerint azt jelenti, amit Péter mondta, hogy vesd rá, szóval nem az a, hanem dobd jó messzire, azt napi 50-szer meg kell csinálnom. Így imádkozom, és utána 5 perc múlva megint, mert az agyam elkezd újra kattogni. És tanulom, hogy Uram, én felnézek újra rád, és megint rád vetem a problémáimat, amíg ott marad nálad, addig én haigálom. Ezek a te dolgaid, ezek a te terheid, én nem bírom vinni. Tőled várom a segítséget. Nézz fel Jézusra. Nézz fel rá, ha döntened kell. Mert ő vezetni fogja a lépteidet. Azt mondja, hogy az ő igéje mécses a lábunk előtt. Életünk világossága. Nézz fel, ha kegyelemre van szükséged. Mert ő folytatja a munkát bennünk. Azt mondja, hogy az ő kegyelme elég. Aki elkezdte a munkát bennünk, be is fogja fejezni azt. Nem hagyja abba. Nézz fel rá, hogyha erő kell. Én sokszor úgy érzem, hogy Uram, nincs erőm folytatni ezt az utat. De ha felnézek rá, ő erőt ad. Emlékezz Dávidra, amikor ciglákban volt, és felperzselték az ő otthonát, elvitték az ő családját és mindenét, és mindenki el volt keseredve, Dáviddal együtt. És azt olvassuk ott, hogy Dávid erősítette önmagát az Úrban. Felnézett Istenre, és ő erőt kapott, és azt mondta a többieknek, hogy gyerünk, harcra fel! Ha bátorság kell, nézz fel rá. Ő a gyengéket nagyon erőssé teszi. Ha kitartás kell, menj oda hozzá. Ha gondoskodás kell, emlékezz, hogy ő az, aki az olajos korsót megáldja, és soha nem fogy ki, vagy a lisztes fazék. A mi Istenünk betölti minden szükségünket az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Ezt olvassuk az ő igéjében. Amikor felnézünk rá, mi megváltozunk. Nézz fel rá. Nézz fel rá hittel. Amikor olvassuk az igét, olvassuk az ígéreteit, nézz fel az ígéretei mentén, hogy Uram, te megmondtad. Neki ez kedves. Uram, te itt írod, hogy ezt fogod csinálni. Akkor csináld, kérlek. Nézz fel rá imában. Ő mondta, hogy keressetek. Kopogtassatok, zörgessetek.
Sőt, Jézus, amikor tanította a tanítványait, azt mondta, hogy így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Más szóval, kezdj úgy imádkozni, hogy felnézel rá. Máshogy lesz az imád, ha fölnézel rá. Nézz fel rá reménységgel. Nézz fel rá imádattal. Nézz fel rá újra, újra és újra. Azt olvassuk a 123. Zsoltárban. Ahogyan a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére, úgy nézünk mi a mi Istenünkre. Arra az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Nézz fel! Ez tartja az életünket meg az áradatban. Ez tartja meg a szívünket a csüggedéstől, a térdeinket a remegéstől, a lábainkat a megcsúszástól. Én nem tudom, hogy te milyen ember vagy, de én nagyon szeretem analizálni saját magamat. De általában nagyon rosszul jövök ki ebből a fejtörőből. Ez így nem jó. Ne analizáljuk magunkat, hogy ha ez lesz, akkor úgy, akkor nekem még ez, meg még úgy, és egy ilyen megoldhatatlan ügy lesz az egészből. Ne analizáld a bűneidet. Ne fejtsd meg a gyengeségeidet. Nézd fel Jézusra. Ne vizsgáld magad, hanem nézz az Úrra, aki folyamatosan közben jár érted. Aki tudja, hogy milyen vagy, tudja, hogy milyen fából faragtak, és ő folyamatosan közben jár érted. Ne az emberekben keresd a megoldást, int minket a példabeszédek könyve, mert csalódni fogsz, hanem nézz fel rá. Én nem tartom magam félős embernek, de vannak helyzetek, amikor én félek. Erről a férfiak nem szoktak beszélni, különösen nem egymásnak. De az, hogy le van írva a Bibliában, hogy ne félj jó sokszor, az nem véletlen. Nekem írta oda. Ne félj, mert veled vagyok. Ne félj. Ne félj. Önmagában ezt parancsolni nekem, hogy ne féljek, amikor félek, értelmetlen volna. Ne félj, oké. Jó, most már nem félek. Hanem ne félj, mert... És azt mondja, hogy nézz fel rám, mert én veled vagyok. Ott vagyok melletted. Nézz fel rám minden reggel. Kezd a napomat veled, Tamás. Hallgass meg az én szavaimat reggel. És ezt mondja a Zsoltár író is, hogy Uram, reggel eléd készülök, és várlak téged. Tudod, milyen erőteljes dolog Isten előtt egy hívő embernek azt mondani, hogy Uram, én leteszem a terheimet, az engem megkörnyékező bűnt, és futok. És ezt minden nap megtehetem. Ugye ezt mondja a zsidók levele, hogy letehetjük a mi terheinket, és a minket megkörnyékező bűnt, amik láncra tudnának verni. Most gondold el úgy futni, hogy van rajtad egy nagy hátizsák, és láncra van verve a lábad. Hát meddig jutnánk? De mégis azt szeretné Isten, hogy szányra keljünk, hogy fussunk, de ahhoz le kell tenni a terheinket. Hát ezt megtehetjük. Hoztál terhet most erre a hétre? Én kívánom, hogy ne vidd vissza. Ne vidd haza. Persze ez a hét, ez úgymond nem rendelkezik különlegesebb adottságokkal, mint bármi más hét, mert Isten veled van otthon is. De mégis van valami különleges áldás, amikor együtt dicsőítünk, együtt vagyunk, amikor egymástól is imád kérhetünk. Hát kérjél imád, hogy felnézzes Istenre, és letehesd végre a terheidet. Hogy futhass újra. Mert a gyengétől nagyon erőssé teszi. Szememet a hegyek fölé emelem, ahonnan az én segítségem érkezik. Nem olyan nehéz. Honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Isten elég nagy ahhoz, hogy megalkossa ezt a földet a szavával. És fenn is tartsa ezt a világot a szavával. Akkor elég nagy ahhoz, hogy segítsen nekem az én szükségeimben. Ő az, aki nem alszik, itt a Zsoltár író mondja, hogy nem szunnyad. Amikor kiálltok, nincs üzenetrögzítőre kapcsolva. Ő mindig ott van, mindig elérhető, mindig felnézhetek rá. Most hétvégén beszélgettem egy barátommal a gyülekezetből, aki letette a PÁV vizsgát. Nem tudom, hogy tudjátok-e mi az. A PÁV vizsga, ha nem tudod, akkor elmondom, azok számára készülő
autóvezetési vizsga, akik szirénázó autót vehetnek, tehát ilyen kéklámpás vizsgának szokták hívni. Tehát kicsit összetettebb, mint a sima autóvezetési vizsga. És van benne egy lecke, ami nem is talán a vizsga része, csak egy jó tanács volt. Azt mondták ebben a helyzetben, amikor valaki szágult, és hirtelen egy olyan helyzetbe kerül, amikor meg kell állnia, vagy ki kell kerülni egy akadályt. Sokszor ismerjük, hogy valaki befékez előttünk, mi nem tartottuk be a követési távolságot, de ciki, mégis valahogy ki kell kerülni, és azt mondják, hogy ilyenkor, ha valaki az akadályra tekint, arra néz, hogy mi van előtte, képtelen lesz kikerülni azt az akadályt. Mert a kezei nem fognak engedelmeskedni. Az ilyen helyzetben mindig a menekülés útjára kell nézni, hogy hová mehetsz kikerülni az akadályt. A szemed le kell venni arról, és rá kell tenni arra, amerre haladni akarsz. Hát ez több, mint jó lelki illusztráció. Nem? Akkor nem fogsz rá... Na mindegy, azt majd megbeszéljük a különböző vezetési szituációkat. Érdekes dolog, mert a Zsoltár többi része azt mondja ugye, hogy megőriz a bajtól, megőriz a gondoktól. Tehát Isten nem őriz úgy meg a gondtól, hogy sose kerülök bele. De mindig át fogok rajta menni, és a veszélyektől megtart, a bűntől ki tud venni, a bűntől meg tud tartani, meg tud őrizni az ő üdvösségében engem. Ő az én őrzőm. Ő az én őrzőm. Jehova Samár, így hangzik héberül. Ő az, aki őriz engem. Aki őrzi az életedet. Aki a kezébe vésett, és nem veszít el. Én arra kérlek ma reggel, hogy nézz fel erre az Istenre újra. Mindegy, hogy hol tartasz az életedben, mert mondhatom, hogy ez egy életlecke. Ehhez nem kell tudnom, hogy te éppen hol tartasz, vagy magamról benyilatkozni, hogy én hol tartok. Tudom, hogy Isten ezt szeretné, hogy felnézzünk rá. Ma úrvacsorát fogunk venni, mindjárt jön a dicsőítő csapat, és egy újabb lehetőség, hogy felnézz ő rá. Emlékezz, hogy az első lépés keresztényként ez volt. De ez a folytatás is. Tanuljuk ezt meg. És az az ember, aki Istenre tekint, az megváltozik. Láthatjuk őt magasra emelve, láthatjuk az ő szépségét, láthatjuk a menny királyát, láthatjuk a mi Jézusunkat. Hogyha úgy érzed, hogy nincs elég hitet hozzá, felnézni tudsz, és ő ad hitet. Ha el vagy csüggedve, akkor mondd el neki. Ha fel vagy bátorodva, hozd meg vele. Minden ok lehet arra jó, hogy felnézzünk rá. Én szeretnék kérni, hogy ezt tedd a magad helyén. És ne menj majd innen tovább, hogy nem néztél fel rá. És ez nem egy olyan dolog, ami a hátralevő életünket most megoldja, de a mai napot megváltoztatja. És a következő nap is felnézhetünk rá. A holnap utánban is. Mennyi atyán, köszönjük, hogy szóltál hozzánk. És Uram, mi is olyanok vagyunk, mint a zarándokok, akik tartottak Jeruzsálembeli, az Isten városa felé. Uram, mi is ezen az életen úgy megyünk át, hogy zarándoklunk ezen az úton, hogy tartunk a mi mennyei otthonunk felé, abba a városba, amit te építettél, ahol az otthonunk vár. Uram, mennyire kell nekünk is, mint ennek a Zsoltár írónak, hogy a mi szemünket a hegyek fölé emeljük, ahonnan a mi segítségünk jön. Mert a mi segítségünk az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Köszönöm, Uram, hogy ma is felnézhetünk rád. Láthatunk téged felmagasztalva. Láthatjuk, ahogy te az értünk kiontott véreddel kifizetted minden büntetésünk, és hogy feltámadtál. Uram, imádkozom ezért a közösségért, ezért az időért most előtted dicsőítésben és úrvacsorában, hogy vésd erősen a szívünkbe, Uram, hogy hova kell tekintenünk újra. És köszönjük, Uram, hogy felnézhetünk rád. Jézus nevében. Amen. Most énekelni fogunk közösen, és arra szeretnék kérni, hogy az ének alatt gyertek, és vegyétek az úrvacsora kellékeit, de még tartsátok a kezetekben. Mert együtt szeretnénk venni a kenyeret és a szőlőlevét, jó? Szépen sorba gyertek, és utána vezetem majd az úrvacsora vételt. Yeah.
szent vagy Isten felkentje, Jézus, 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 feltámad, felmagasztal, Jézus, a neve rajkamnak, mint a méz, lelked szívemnek forrás víz. Az igé lábam előtt lámpás, szeretlek téged, Úr Jézus, 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 szent vagy Isten felkentje. Semmivé lesz, és nem kell már.
Van egy 2 éves fiam, a legkisebb, Dávidnak hívják, és nagyon szeret fölkéreckedni a karomba, és most fölveszem őt a karomba, és beszélni akar velem, akkor sokszor nem elégszik meg azzal, hogy fönt van, hanem szeretné, hogy az arcom ránézzen. És így megfogja a fejemet, és így odafordítja magához. Mert akkor tudja, hogy ráfigyelek, hogy a figyelmem az övé. Most, amikor úrvacsorát veszünk együtt, akkor tudhatod, hogy Isten figyelme a tiéd. Isten teljes, osztatlan figyelme a tiéd. Hiszen azt mondja az ige, hogyha ő, aki a legdrágábbat nekünk adta, hogy ne adna vele együtt minden mást is. Ő kinyilvánította az ő szeretetét felénk azzal, hogy odaadta értünk a fiát, Jézus Krisztust. És azt kéri, hogy emlékezzünk meg erről, hogy amikor vesszük a kenyeret, akkor tudjuk, emlékezzünk, hogy az ő teste megtöretett. A mi bűneinkért. Hogy ő kifizette minden tartozásunk. Amikor vesszük a szőlőlevét, emlékezzünk, hogy ő fizetett értünk. Megvásárolt minket. A saját élete árán, hogy az övé lehessünk. Hogy el ne vesszünk. És ezért ma, amikor ma úrvacsorát veszünk, ez nekünk egy ünnep. Ünnepeljük, hogy szabadok lehetünk Krisztusban. Hogy szeretettek lehetünk Krisztusban. Hogy nincs fontosabb Istennek mellettünk, és egyenként szeret minket teljes szívéből. Most, amikor úrvacsorát veszünk együtt, emlékezz erről meg, amikor felnézel rá. Kérlek, vegyétek a kenyeret és a szőlőlevét. Szeretnénk énekelni még egy dalt, nem kell fölállnod, maradj nyugodtan ülve, maradj nyugodtan az Úr előtt, és énekelj neki. Szentek szentje többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek. A szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Szentek szent, a szentjek szentje többé nincs elzárva, ma én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus minden fizetett. Új bor, új tömlődbe ömlik most már új dal. Zsongom szívem minden húrján, élek többé nem én, mert már bennem Krisztus én. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyet. Szentek szentje többé nincs elzárva, ha én is bátran jöhetek.
és feltehetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a mennye földe összeér. Drága mennyi atyám, köszönöm, hogy küldted a fiadat, és most út van nekünk a te trónszékedhez, és nem érdemeltünk ezt, de ez a lényeg, hogy adtad nekünk kegyelmet, és fedhetetlen vagyunk, mert ránk nézel, és látod a fiadat, a tökéletes fiadat. Köszönöm, köszönöm ezt mind. Köszönöm, hogy azért tetted, csak azért, mert szeretsz bennünket. Reagálunk ma délülött szeretettel. Atyánk, szeretünk téged. És köszönöm, hogy amikor odafigyeljünk, amikor rád tekintünk, te figyelsz ránk, látunk az arcodat, szemkontaktus van, mert szeretsz velünk lenni. Köszönöm, hogy gyönyörködsz bennünk, köszönöm, hogy kedvelsz minket. És terved van, hogy az örökké valóságot ott fogunk tölteni a te jelenlétedben, a te öledben. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Nagyon szépen köszönjük a Tamásnak ezt a mai alkalmat, és azt, hogy itt voltál, és itt voltatok, eljöttetek. Egy hatalmas taps! Ha van... Azt mondja, mert hogy van még egy-két dal, amit tudunk dicsőíteni. Gyertek, álljunk föl, és magasztaljuk a hatalmas Istenünket ezért az egész hétért, amit ő adott eddig nekünk. Gyertek, dicsérjük együtt, magasztaljuk az Istenünket. Krisztus csak a szegletkő, a gyengének a megmentő. Remény.
Tapsolni. Szólsz, megdobban a szív, kiszáradt a száj, téged akar minden porszikám, egész lényen vágyik rá. Egész lényed vágyik rám.
Köszönöm, hogy tudtunk inni a kútból ma, meg egész hétből. Köszönöm, Jézus, mint az életforrás, hogy te közelre jött, és felfrissültél az életünket. Köszönöm, hogy tele vagyunk. És kérlek, Jézus, segíts nekünk napról napra, óráról órára hozzád menni, hogy tele legyünk a te életeddel. Jézus, magasztaljunk téged, áldjunk a nevedet. Amen.